A versenyre, amelyen nagyrészt középiskolások vettek részt, kizárólag saját tudományos kutatásról szóló munkákkal lehetett benevezni. Örülök annak, amikor konzultálok a zsűritársakkal, hogy arról számolnak be, hogy milyen igényesen és mélyen utána néznek a diákok ezen munkáknak. Főleg olyanból merítenek a diákok, amit mi látunk és tapasztalunk, amely körülveszi őket, és van milyen impulzust ad irányukba. És felkelti érdeklődésüket, ezzel csak gazdagodnak azok az egyének, akik plusz dolgot végeznek, mert azt már senki nem veszi el tőlük. A biológia egészségtudományok szekcióban 10 diák 7 munkáját kellett elbírálnia a 3 tagú szakmai zsűrinek. Lelkesek voltak, és látható volt, hogy valamennyi diák felkészült, illetve nem csak a projekt értekében, hanem belső irányítottság látható, hogy érdeklik őket a biológia, illetve az egészségtudományok, és későbbiekben is ezen a téren szeretnék folytatni munkájukat. A biológia egészségtudományok szekcióban a zsűri a Pelsőci Dénes György Alapiskola 2 tanulójának Tengeri liliomkövületek a Kecsői 3-as számú forrásban című munkáját értékelte a legjobbnak. Először elsajátítottuk az egyköteles technikát és a leereszkedést, és megszámoltuk, hogy mennyi kövület van egy négyzetméteren, meg hogy hány millió évesek. Még biztos le fogunk menni a barlangba, forrásba, tovább is kutatni, de ott Kecsőben van sok barlang, forrás, úgyhogy lehet, hogy azokba fogunk menni. A történelem, szociológia, nyelvészet szekcióban a szakmai zsűri a legjobbnak Korpás Lilla munkáját ítélte meg. A Mögy a dolgozatírás című munkájában arra kereste a választ, hogy mennyire jelenik meg a nyelvjárás az alapiskolás tanulók helyes írásában. 530 különböző dolgozatot néztem át. Nem csak dolgozatok voltak ebben, 5 percesek, tolbamondások, fogalmazások is, és arra az eredményre jutottam, hogy a vártnál sokkal kevesebb nyelvjárásra visszavezethető helyes írásikba fordul elő, tehát a szenci gyerekek jól le tudják különíteni a köznyelvet és a nyelvjárást. A Tudományos Diákkörök 19. Kárpát-medencei konferenciáján, amely Szentesen lesz 2019. márciusában, a 4 legjobb pályamunka képviseli a Felvidéket.